Most ezen a héten csütörtökön meg is történt a mini event, amiben felrobbant a Pandora szelencéje, és a szelencén lévő kis gömb elpattogott, és egy óriási homokviar keletkezett, ami most jelenleg folyamatosan közeledik a sziget felé. És ez a homokviar fogja elhozni a szigetre a Season 3-at, és a Season 3-nak a címe pedig nem más lesz, mint a Wrecked. Tegnapi nap folyamán kaptunk kisebb teasereket össze-vissza mindenfélét, és ezekből kiderült például, hogy a Season címe a Wrecked lesz, ami nem más jelent, mint hogy tönkre ment. Szóval ilyen utalás lehet az autókra, hogy ugye tönkre ment az autó, vagy valami hasonló. Minden esetre így a Season címe elég jól néz ki, így a logóval együtt. Az egyik külföldi content creator kapott is egy ajándékot az Epic Games-től, amiben egy vadonatúj autó látható a következő seasonből, és ott is van egy rendszám tábla, hogy Eat Nitro, ugye is mondtam is nektek, hogy a Nitro az nagyon fontos lesz a következő seasonben, és úgy látszik, hogy ez a Nitro, ez az autókhoz fog kelleni. Az autót elnézve ténylegesen ilyen Mad Max-es, roncsderbis autónak tűnik, és úgy látszik, hogy tényleg lehet majd modolni az autókat, hiszen ilyen páncélozott, és még ha jól látom, turret is van rajta. És ha tippelnem kéne, szerintem ez az autó vagy Battle Pass-es lesz, vagy teljesen új, amit majd lehet modolni, de inkább a Battle Pass-re tippelnék. Megkaptuk a legelső hivatalos képet is a Season 3-ról, és itt már egyből lehet látni, hogy egy óriási kollabbal fog kezdeni a következő season, és ez a kollab nem más lesz, mint a Fallout. És ez a Fallout kollab teljes mértékben passzol a következő seasonhöz, hiszen aki látta a sorozatot, vagy játszott a játékokkal, az tudja, hogy a Fallout sorozat nagy része ilyen ugye világvége hangulat van, sivatagban játszódik, ugye meg minden. És úgy látszik, hogy egy Power Armor nevezetű páncélzat biztosan jönni fog a következő seasonben, már csak arra leszek kíváncsi, hogy ez skinként jön-e a Battle Pass-be, vagy esetleg egy ilyen felvehető páncél lesz rendes itemként a szigeten, erre nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Egyébként simán elképzelhető, hogy skin lesz, hiszen elvileg nem olyan nagy darab ez a páncélzat, és valaki már hónapokkal ezelőtt megcsinálta, hogy milyen lenne egy Fallout kollab a Fortnite-ba, és igazából simán működne. De lehet, hogy tényleg nem ez skin lesz, hanem egy páncélzat lesz, viszont attól függetlenül kaphatunk egy Fallout skin simán. Itt a nézők között vannak Fallout fanok? Kommentben írjátok meg, hogy nektek tetszik-e ez a kollab. Visszalépve a képre, egyébként nem csak a kollabot lehet látni, hanem egy új helyszínt is a Season 3-ból. Ilyen gyárszerűség lesz majd a sivatagban. Így első ránézésre nekem a Call of Duty Rust pályája jutott eszembe, hirtelen. Kíváncsi leszek rá, jónak tűnik, ilyen gyár helyett már régebben kaptunk ilyen Steam Stacks meg hasonló dolgokat. Kíváncsi leszek rá, annyit látok, hogy nagyon sok vas lesz, szóval buildben biztos jó kis helyszín lesz. Meg ahogy mondtam nektek, ez az új hely egy sivatagos területen lesz, lehet látni a háttérben a homokot, illetve pálmafák is vannak, szóval teljesen meg fog változni majd a sziget. És ez az óriási homokviar hamarosan el fogja söpörni a render szigetet, napokon belül folyamatosan közeledni fog ez az óriási homokvihar, és a Metallica is biztosan jönni fog a következő seasonben, hiszen az event végén lehetett hallani egy kis gitárszólót, szóval srácok, Fallout és Metallica biztosan lesz a következő seasonben. Azért reménykedem benne, hogy egy kis Mad Max kollab is jönni fog. Már csak 6 nap van hátra az új seasonig, de már kaptunk teasereket, elég sok mindent tudunk, és meg lehet, hogy amint jön az új season, előtte még kapunk minden nap teasereket. Kíváncsi leszek rá, hogy milyen meglepetések várnak ránk, még így a teaserekben és a következő seasonben. Viszont srácok, én mára mentem, köszi szépen majd, ha az új season-t a Creator kódommal vásároljátok meg, ami nem más, mint Ghost Rider. Én viszont srácok, mára mentem, én Ghost Rider voltam, sziasztok!